Portfolio Podcast Lab. Az emberi oldala ennek a fogócserének csodálatos. Tehát vártatlanokat kihozni, emberi életeket megmenteni, ez nagyon szép. Viszont a hatalmi logika az ijesztő, hiszen ez a krem csak arra fogja tovább bátorítani, hogy amennyiben például nyugati állampolgárok mennek az országba, nem olyan nehéz bármilyen vélt vagy valós bizonyítékkal valakit börtönbe vetni, és innentől fogva a Kreml azt fogja látni, hogy ezt megéri csinálni, hiszen gyakorlatilag itt elkapunk egy ártatlan embert, az bizonyítunk rá, amit akarunk, gyakorlatilag, hiszen a jogállamiság hiánya az igazság szerint ezt jelenti, és hát ennek ellentételezéseként pedig megkaphatunk, visszakaphatunk igazán súlyos embereket, Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist. Augusztus 7-én szerdán én Forrás Dávid vagyok a műsor szerkesztője. A mai adásban egy témánk van, ez pedig az a 24 fős túszcsere, amely a Nyugat és Oroszország közt ment végbe múlt csütörtökön, és amelynek keretében mások mellett Evan Gerskovics, a Wall Street Journal újságírója is kiszabadult börtönéből, de ugyanígy nyugata távozhattak orosz ellenzékiek, hogy több más foga is, akiket mind kétes bizonyítékok alapján kreált ügyek mentén zártak be Oroszországban és Fehér Oroszországban. Országban. A másik oldalról nyugati börtönökből szabadult több lebukott orosz hírszerző, köztük az orosz titkos szolgálat, az FSB egy bérgyilkosa, aki 2019-ben egy csecsen ex-katonát ölt meg fényes nappal Berlinben. Az esemény méretét jól mutatja, hogy a hidegháború vége óta nem történt ekkora túlszcsere Oroszország és a nyugat között, és bár az eseményt megelőző tárgyalásokról, valamint magáról a túlszcseréről még hónapokig vagy talán évekig szivárognak még az információk, most már eleget tudunk ahhoz, hogy valamilyen szinten értékelhessük a megállapodás jelentőségét. Ezzel kapcsolatban itt van velünk Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója. Szia, üdvözöllek a műsorban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat is. Kezdjük ott, hogy a ugye a mostani cseréről sokan írták azt, illetve sokan értékelték úgy, hogy ez a legnagyobb fogolycsere a Nyugat és Oroszország között a hidegháború vége óta, de hogy ez a mostani esemény mennyiben más, mint a korábbi hasonló megállapodások voltak, ugye régebben jellemzően egymás lebukott kémeit cserélték ki a, a nagyhatalmak, most viszont ugye hát nyugatra nem feltétlenül nyugati kémek térhettek haza, hanem mondjuk más újságírók, ellenzéki aktivisták, amit ugye a felvezetőben is említettem, tehát ez mennyire más itt az optikája? így is van. Tehát valójában ezeknek a fogolycseréknek nyilvánvalóan tehát a, 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 legtöbb olyan fogolycsere, amelyre emlékszünk, amelyet fel tudunk idézni, ezek nagyjából a hidegháborúhoz kötődnek. Amikor is az volt a standard, hogy voltak amerikai kémek, akik adott esetben lebuktak a Szovjetunióban, és voltak szovjet kémek, akik pedig lebuktak a nyugati világban, majd ezeket a kémeket a két ország kicserélte egymással. Tehát itt kémeket cseréltek kémekre, és jellemzően két ország egymással. Most azonban egy jelentős elmozdulás látunk való mind mindkét irányban. Tehát ugye egyrészt a kicserélt emberek egyáltalán nincsenek egy súlycsoportban, tehát erről még, még értekezzünk, hogy kik ezek az emberek pontosan, mert természetesen egy lapon sem lehet őket említeni az Oroszország számára kiadott foglyokkal. Tehát egyrészt ugye nem kémeket cseréltek kémekre. Tehát ez az egyik különbség. A másik pedig az, hogy itt nem egy klasszikus bilaterális fogolycseréről van szó, hanem gyakorlatilag a teljes nyugati dömb működött együtt a Fehér Oroszország, a Belarus Oroszország kettőssel ugyanakkor ebből egyébként semmi haszna nem származott, tehát ez a fogói csere is bizonyítja azt, hogy Belorúz gyakorlatilag teljesen és tökéletesen Oroszország nem kénytelen viselkedni. De hát itt nyugati oldalon viszont több ország is részt vett ebben, tehát itt ugye nyilvánvalóan Amerika vitte a prímet. Az Amerikai Egyesült Államok, de hát természetesen ebben közreműködő Szlovénia, Németország, Lengyelország és Norvégia is, tehát itt a több, Ténylegesen egy tömként viselkedett. De hát tudom, hogy sokan temetik a transatlanti kapcsolatokat, de ez a fogócsere többek között arra is rámutat, hogy a transatlanti kapcsolatok azért valójában remekül működnek és képesek ilyen dolgokat elérni, hiszen ez a fogolycsere tényleg egy nagyságrendekkel nagyobb léptékű fogolycsere volt, mint bármi, amit az elmúlt évtizedekben fel tudunk idézni. Szóval ennek a jelentőségét én nem becsülném alá, és hát az is nagyon szép dolog, hogy valójában ugye azt lehet tudni, hogy már hosszú hónapok, tehát több mint egy éve zajlottak már a háttérben a háttértárgyalások erről a fogolycseréről, de valójában azért maga az, hogy ez létrejöhetett, ez azért meglepetésként ért mindenkit. Tehát itt egy nagyon profi, nagyon koordinált, nagyon összeszedett és nagyon jó együttműködés volt. Itt azért tető alá tudták hozni ezt a fogogecserét. Ez azt mutatja, hogy azért itt nagyon profi emberek dolgoznak a háttérben, még hogyha ez nem is volt a média előtörébe tolva. Úgymond, tehát, hogy itt nem szájősködés történt, hanem igazi profi diplomácia. Pontosan kik tudtak most kiszabadulni ennek az egyezménynek a kereteiben, és miért volt szükség ennyi államra nyugati oldalról, hogy ezt az egész egyességet összehozzák? hát a sajtó híreknek, akkor ugye ezt az egész fogolycsereit az működtette, hogy Németországban elítéltek egy az FSB kötelékében dolgozó bérgyilkost. Ő Vagyim Krasikov, aki egyrészt az FSB kötelékébe tartozik, másrészt ugye azt tudjuk róla, hogy Berlinben fényes nappal gyilkolt meg egy csecsen származású grúziai férfit. Tehát róla ő, ő, ez az ember. Oroszország őt szerette volna visszakatni leginkább, hiszen róla lehet tudni, hogy Vladimir Putyinhoz egyébként személyes kötelékek is fűzik, ezek a kötelékek meglehetősen régre nyúlnak vissza. Tehát ha hinni lehet a sajtóírásnak még egyszer, akkor ez a kapcsolat, ez még Vladimir Putyin Szentpéter Fehérvári idejében képződött, keletkezett. Tehát lehet róluk tudni, hogy ők jártak együtt közösen lőgyakorlatokra, és hát nyilvánvalóan a szolgálati háttér is, hogy olyan dolog, ami azért erősen összeköti őket. Tehát azt lehet tudni, hogy volt, Oroszország már jó régen szerette volna visszakapni. De hát ez természetesen kellett az, hogy legyen egy olyan ember az orosz oldalon is, akit esetleg ki tudnak cserélni erre, és hát úgy tűnik, hogy erre volt egy kiváló alany, Ivan Gerskovics, aki a Wall Street Journal újságírója, szintén orosz származású, de hát természetesen amerikai állampolgár, és amikor őt Oroszországban letartóztatták, és előállították, akkor onnantól azért az, az egészen egyértelmű volt, hogy tekintve, hogy az ő esete nagyon gyorsan világhírű lett, és hát nyilvánvalóan olyan csoportok is megmozdultak az ő kiszabadulásáért, akiknek azért jelentős lópjáraja van, nagyon nagy ideje van a nyilvánosságban, tehát azt lehetett látni, hogy na hát akkor lehet, hogy a krem kezébe akadt olyas valaki, akit, ha megfelelő feltételekes sikerül kitárgyalni mindkét oldalon, akkor ez a két ember, ez két elég nagy hal lehet ahhoz, hogy beindítsák ezt a fogolycserés tárgyalást, és valószínűleg ez indította el ezt az, az egész tárgyalási folyamatot. Tehát itt az egyik oldalon ugye Krasikov, ugye ez a bérgyilkos volt, a nagy hal, akit, akit ki lehetett cserélni, a másik oldalon pedig Ivan Gerskovics, de hát természetesen itt mások is eljárték a szabadságukat, de hát nyilvánvalóan azok a bűnök, azok a vétkek, amikkel ezeket az embereket bebörtön elítélték, és most ugye kiszabadulhattak és visszatérhettek a nyugatra. Ezek köszönő viszonyban sincsenek mindazokkal, amivel az elítélt nyolc állampolgárt, tehát az oroszokat börtönözték be. Tehát ha ezeket összehasonlítjuk, akkor, akkor itt nyilvánvalóan ezek nincsenek egy súlycsoportban. Ha csupán a számokat nézzük, akkor a nyugat valójában nagyon jól járt, hiszen 16 embert kapott vissza, amiért 8-at kellett visszaadniuk Oroszországnak, de hát, mint mondtam, teljesen egyértelmű, hogy itt egyáltalán nincsenek egy súlycsoportban. Tehát egy rendkívül színes társaságot bocsátottak szabadon a nyugati országok. Ugye, mint említettük, köztük van ugye Imen a Wall Street journal -tal. Van egy Paul Villan nevű volt tengerészgyalogosunk, aki amerikai állampolgár, több más állampolgársága is van. Ő egy esküvőre érkezett Oroszországba, majd ott kémkedésre bizonyító anyagokat találtak nála. Legyen ez bármi is, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Oroszország nem jogállam. A bíróságok, illetve hát a nyomozati szervek egyáltalán nem működnek függetlenül a Kremtől, és hát azt is látjuk, hogy a Krem kezében ezek az emberek nem többek egyszerű zsetonnál. Tehát nagyon-nagyon könnyű emberekre, nyugati állampolgárokra is rábizonyítani gyakorlatilag bármit, és onnantól fogva ezek az emberek olyan zsetonként működnek a krám kezében, amelyel a saját egyébként tényleges kémkedést végző, illetve bűncselekményeket elkövető, és ezért a rendőrség látók körébe került börtönbüntetést kapó, és azt letöltő embereket tud visszakapni. Tehát volt ugye ő, volt még további újságíró is, a szó Kurma ő egy orosz-amerikai újságíró, a Szabad Európa Rádió munkatársa, illetve hát vannak itt politikusok is, a legismertebb közülük Vladimir Karamurza, aki hát többek között a háború diszkreditálásáért, illetve úgymond az orosz hadseregről valótlan információk terjesztésért, tehát többek között például a háború háborúnak nevezéséért, 25 évet kapott. Nyilván az ő példája szintén jelentős sajtóvízhangot kapott, ő egyébként brit állampolgár, és az Amerikai Egyesült Államokban is letelepedési engedéllyel rendelkezik, Hát az ő esete azért megrendítő, mert az ő egészségi állapota egészen drámaian romlott le a fogatartása következtében. Tehát az, hogy ő kiszabadult, ez valójában egy egészen rendkívüli dolog, egy nagyon nagy meglepetés, hiszen arra egyáltalán nem volt kilátás, erre egyáltalán nem volt remény, hogy ő valaha is szabadul, illetve hogy túléli ezt a fogvatartást, hiszen ugye időről időre jelentek mi róla újabb és újabb képsorok, és az ő egészségi állapotának a hanyatlása drámai volt, tehát ő valószínűleg tényleg az életét köszönhette most ennek a fogolycserének. Vannak itt további jelmezékék is, például Ilja Jasin, aki szintén egy orosz politikai elítélt, ő egyébként nem 25 évet kapott, mint Karamurza, csak ha jól emlékszem, akkor két és felett. De hát vannak itt még hasonló kaliberű emberek, például Andrei Pivovarov, aki a már régóta Londonban élő Hodorkovszkinek a Nyílt Oroszország nevű szervezetét vezette. Tehát ezt a szervezetet is betiltották, tehát ő sem kerülhette el, el a börtönbüntetést, illetve hát vannak itt olyan kultikus nevek például, mint Ale Orlov, aki a Memorial nevű szervezetnek a társelnöke. Na most a Memorial ez volt gyakorlatilag az első rendszerváltás után alapított civil szervezet Oroszországban ami egy nagyon minőségi és nagyon komoly tényfeltáró munkát is végzett ugye az emberi jogi munka mellett, főként azzal foglalkozott ez a szervezet, hogy a sztálini bűnöket dokumentálják. És hát ahogy Hát ahogyan a Stalin kultusz újraélet, ugye a politikai újraélesztés az a Stalin kultusznak jelenleg Oroszországban is, ahogy ennek a szervezetnek az aktivitása egyre kényelmetlenebb lett a nem számára, hát úgy tiltották be ezt is. És hát Aleg Orlov egy 71 éves úr, hát ő egy tényleg kultikus személy ebben a millióban, és az ő rendkívül figyelemre és az van, ami további a politika közelében Tevékenykedő emberek is, például Navalnyi-nak három korábbi munkatársa, illetve van egy művész is, ha jól tudom, illetve egy kerékpáros szervezet aktivistájaként ismert Szentpétervári jogász. Tehát egy ilyen kívül színes társaságot sikerült most kihozni Oroszországból, illetve hát van még egy plusz egy emberünk, akit Belarusból sikerült kihozni. Őt Belarusban halára ítelték, ő egy német állampolgár, és egy robbantásos merénylet vágyával ítélték őt halára. Tehát itt Belarus és bevonódott ebbe a cserébe. Az nem látszik, hogy Belarus ebből bármit kapott volna, de minden esetre az viszont nyilvánvalóvá vált, hogy itt Belarus ebben igazából nem hoztak lapot, ő egy alárendelt helyzetben van. Említetted Naváni itt, hogy több munkatársát most szabadon engedte Oroszország, az ő halála az mennyire ágyazhatott meg ennek a fogolycserének, mert gyakorlatilag a legfontosabb, vagy hát a orosz ellenzék szempontjából talán a legfontosabb fogvatartott, ugye hát lekerült az asztalról. A sajtóhírek szerint, ugye, mert mondtam, hogy ennek a fogolycserének a kitárgyalása ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és hát főként az motiválta orosz oldalról, hogy ezt az elítélt bérgyilkost Berlinből haza tudják hozni. És hát úgy tűnik, hogy az elején, tehát amíg Navalnyi is életben volt, úgy tűnt, hogy valószínűleg ugyanennek a fogolycserének a kereteik között jöhetett volna haza ő is. De hát természetesen azért itt sok a feltételes mód és sok a de úgy lehet spekulálni, hogy valószínűleg ez így történt volna. Egyébként hát ez az egész dolog azért érdekes, mert nyilvánvalóan az orosz ellenzék egy rettenetes helyzetben van, tehát semmiféleképpen nem lehet az orosz ellenzék jelenlegi helyzetét és esélyeit összehasonlítani egy, egy demokráciában működő ellenzékkel, hiszen ugye itt több ember is ugye azért ítéltek el, és úgy szabadulhatott most, hogy valójában semmi olyat nem végeztek, semmi olyanban nem működtek közre, ami egy demokráciában egyébként dűn lenne. Gyakorlatilag az volt a bűnük, hogy egy pártot vezettek, egy szervezetben dolgoztak, dolgozni próbáltak. Tehát ez azért nagyjából meg is mutatja, ki is jelöli azokat a kereteket, ahogy a rendszeren kívüli ellenzék mozoghat Oroszországban, ezek a keretek nagyon szűkösek. Tehát van ellenzék, ezek az emberek legalábbis Ilejasin és Rodimir Karamurza a nyugat számára egyértelműen talán a legismertebb nevek az orosz ellenzékből, rendszeren kívüli ellenzékről beszélünk most természetesen. Tehát az ő az egyrészt beleilleszkedik ebbe a, ebbe a mintázatba, másrészt azért... Hát az a kapcsolatban, hogy az ő tevékenységük mennyire, mennyire, tud meghatározó lenni a továbbiakban, ezzel kapcsolatban azért vannak kételjeim, hiszen hát korábbi ellenzékiek, miatt más ellenzékiek esetében is ezt láttuk, tehát gondoljunk például Julian Navalnaya esetére, aki, aki ugye átvette a stafétát, a fákja lángját vinné tovább Alexei Navalnyitól, de hát ő is pontosan ugyanazokban a az akadályokba ütközik, mint már oly sokan előtte. Tehát az orosz ellenzékieknek, akik kiszorulnak Oroszországból, nekik azért van rendkívül nehéz dolguk, mert az orosz állam annyira befelé fordul, annyira biztonságjasított és annyira elnyomó ebben a pillanatban, hogy kívülről ebbe a rendszerbe hatékonyan betörni, bármilyen hatást elérni hát nem csak hogy nehéz, de egyre nehezebb. Tehát nagy kérdés, hogy ezek az emberek mit fognak tudni tenni. Ugye azóta már volt bomban egy sajtótájékoztató, ahol Jasin Pivavárov és Karamurza is beszéltek. Hát ez a sajtótájékoztató több szempontból is érdekes volt, mert azok, amiket mondtak, azok nem feltétlenül illeszkedtek a nyugati mainstreamben, tehát több mértékadó elemző is úgy reagált erre, hogy hát úgy beszélnek, mint akik nem szabadok. Ugye arról beszéltek például, hogy az orosz emberek alapvetően gyakorlatilag mindenki ellenezné a háborút, ezzel kapcsolatban azért nekem is vannak fenntartásaim, illetve a szankciók ellen beszéltek, hogy a, a szankciók nem hatékonyak, a szankcióknak nincs arra hatásuk, hogy mit lép a Kreml és hasonlók. Na most, ha megnézzük, akkor a Kreml azért például a szankciókkal kapcsolatban ugyanezt mondja. Tehát nyilvánvalóan ebből a nagyon rövid sajtótájékoztatóból sok tanulságot talán még nem érdemes levonni, viszont érdekes lesz azt figyelni, hogy hogyan változik az ő kommunikációjuk, mit fognak kommunikálni a rendszerrel, hiszen még biztosan hallani fogunk róluk nem keveset ugyanis már többen bejelentették az hogy majd könyvet írnak a fogvatartásokról, mennyiben majd felépülnek ebből a rettenetes traumából. Tehát, hogy ők nem csak a fizikailag éltek át rettenetes dolgokat, de hát ez lelkileg is elképesztően megviselő lehetett, és van nagyon-nagyon megterhelő. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy tőlük még sokat fogunk hallani a fogvatartásukról, valószínűleg a fogolycseréről is, már mit, amit ők láttak belőle, hiszen nyilvánvalóan a tárgyalásokon nem voltak ott, ők ennek kvázi az anonyai elszenvedői voltak, most a pozitív értelemben természetesen. Úgyhogy én gondolom, hogy sokat már fogunk még tudni tőlük, és az nagyon-nagyon érdekes lesz, mert csak a rendszer működése a szempontjából is többet meg fogunk érteni. Krasikovon kívül kit kapott vissza Oroszország, szóval kik lehetnek a legjelentősebb személyek, akiket most a nyugat engedett el? Az egyik legérdekesebb eset egy Szlovéniában élő pár és az ő gyermekeik esete. A fedő történet szerint ők argentinak, akik Szlovéniában éltek. A gyerekeik nem is tudták azt, hogy ők egyébként Oroszországhoz bármilyen módon kapcsolódnak, sem a szüleik, sem ők, tehát számukra teljes meglepetés volt, hogy hát lám, akkor most fel kell gépre, és akkor megyünk egy másik országba. Úgyhogy, Nők a legérdekesebb pár vagy a legérdekesebb történet ebből a szempontból. És egyébként ez arra is rámutat, hogy hogyan alakul az orosz hírszerzési tevékenység Európában. Tehát, ugye nyilvánvalóan azt nem tudjuk, hogy hány telepített hírszerző van Európában, nyilván nem tudjuk. Viszont azt tudjuk, hogy hány hírszerzőt utasítottak ki az elmúlt évben, hiszen amikor többek között például nyilvános kiutasításra kerül sor egy adott diplomáciai bázisról egy adott országba, ugye ennek azért szokott lenni sajtóvízhangja, tehát azt tudjuk, hogy legalább 600 Európába telepített hírszerzőt veszített Oroszország, ennyit küldtek haza az országok. Ami viszont azt jelenti, hogy a Kremlek továbbra is hírésége van, tehát ezeknek a hírszerzőknek a munkájára szükség van, ami viszont azt jelenti, hogy olyan dolgokat is kell csinálnia a kint maradt, tehát a még kint lévő hírszerzőknek, amit korábban nem csináltak, és így könnyű hibázni. A szlovéniai pár esetében is, 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 úgy tűnik, hogy ez történt, tehát ez az egyik. Ez az egyik dolog, ami fontos ebből a történetből, hogy, hogy a hírészség megmaradt, de kevesebb embernek kell lesz megcsinálnia, tehát Várhatóak hibák, amire a kémelhárítás az adott nyugati országban természetesen figyel, hiszen ez a dolguk. A másik pedig az, hogy hát ez nyilván nem lehet végtelen mennyiségű hírszerzőt újonnan mecsempészni az adott országba, tehát azt is látjuk, hogy a kém más felé fordul, tehát valószínűleg a továbbiakban több szabotás akciót várhatunk, és egyéb hasonló kinetikus irányba történő elmozdulást a sima hírszerzési aktivitásból. Úgyhogy igazság szerint szerintem itt a Szlovéniában élő hogy élt pár esete, ez azért izgalmas. Illetve hát valójában egyébként az, hogy itt elmozdultunk a kémeket kémekre cserélésben ezekben a fogolcserékben, ez nem teljesen új. Ennek volt egy előképe. 2022 őszén, ha még emlékszünk, volt egy Britney Griner nevű kosárlabdázó, aki egy orosz csapatban játszott, Oroszországban élt, hát de hogy, hogy nem, az ő jelenléte valószínűleg hasznosnak, hasznos retonnak bizonyult a krem kezében, ugyanis hát hasis tartalmazó szert találtak nála, ez elég is volt arra, hogy kapjon 9,5 évet gyorsan. Na most, Azért a hasonló esetekben az látható, hogy nem az a cél, hogy ő ténylegesen bebörtönözzék, ott tartsák 9 évig, hát ebből a kremnek sok haszna nem származna, de hát ezt az embert akkor be lehet váltani valakire is. Hát ez a valaki, aki őt beváltották, ez egy a halál kalmáraként ismert fegyverkereskedelmiért elítélt embert jelentette, aki 25 évet kapott Németországban. Most ő nem egy kis pályás fegyverkereskedő volt, hanem a 90-es években világszinten is az egyik legnagyobb fegyverkereskedő, tehát ő is egy nagyon súlyos figura, tehát az is látható, hogy már itt valószínűleg a Kreml azt szondázta, hogy, hogy egy gyakorlatilag teljesen civil áldozatért, mert egy teljesen civil elkövetőért kit is kap a cserébe, tehát úgy tűnik, hogy ennek ez volt az előképe, ez lehetett a hogy ó, hát ez működik, akkor most próbáljuk meg nagyobban. És az a baj, hogy ennek viszont azért van némi veszélye. Tehát ugye jelenvalóan az emberi oldal ennek a fogolycserének csodálatos. Tehát az, hogy kiöhettek gyakorlatilag ártatlan elítélt emberek, akik közül többen véletlenül ott haltak volna meg a börtönben, ez nyilván reményt adhat a többi politikai elítéltnek is, akik nincsenek kevesen. Tehát akit érdekel a téma, nekik az OVD Info ajánlanám. Ez egy az oroszországi politikai elítélteket és az ő sorsukat monitorozó szervezet, tehát OVD Info hát az ő nyilvántartásuk szerint jelenleg is több mint ezer politikai elítélt van börtönben, és több mint 2600 eljárás folyik, tehát hogy lesznek még politikai elítéltek. Tehát az emberi oldala ennek a fogolycserének csodálatos, tehát mártatlanokat kihozni, emberi életeket megmenteni, ez nagyon szép. Viszont a hatalmi logika az ijesztő, hiszen ez a krem csak arra fogja tovább bátorítani, hogy amennyiben például nyugati állampolgárok mennek az országba, nem olyan nehéz bármilyen Vélet vagy valós bizonyítékkal valakit börtönbe vetni, és innentől fogva a Kreml azt fogja látni, hogy ezt megéri csinálni, hiszen gyakorlatilag itt elkapunk egy ártatlan embert, azt bizonyítunk rá, amit akarunk, gyakorlatilag, hiszen a jogállamiság hiánya az igazság szerint ezt jelenti, és hát ennek ellentétvezéseként pedig megkaphatunk, visszakaphatunk igazán súlyos embereket, akik ugye ténylegesen elkövettek bűnöket, és hát ténylegesen például kémek, kémkedéssel tekonspirálódtak, illetve hát adott esetben gyilkoltak is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a túlszejtő mintázat, és sajnos viszont folytatódni fog. Tehát ebből a szempontból azért ennek a nagy léptékű fogolycserének azért van a hátulütője is. Igen, ez ott van egy kérdésem, hogy gyakorlatilag ilyen fogolycseréket inkább Iránnal vagy akár Észak-Koreával kapcsolatban láttunk eddig. Ez mutat-e egyfajta változást az orosz rezsim tekintetében, hogy egyre durvább eszközökhöz tud nyúlni? Én gondolom, hogy igen. Tehát tudom, hogy ez szomorú hangzik, de a hallgatóknak is azt tanácsolom, hogy lehetőleg nem most utazzon a Korozországba, vagy ne az elkövetkező időben. Nyilvánvalóan nem minden külföldinek esik baja. Tehát, ha megnézzük a számokat, hogy mennek most is külföldre Korozországba, és hogy ebből hány esetben lesz hasonló ügy, aminek börtön a vége, nyilvánvalóan nem mindenkivel történik meg, de megtörténhet. És úgy gondolom, hogy a hatalmi logika az diktálja, hogy ez egyre inkább megtörténjen, hiszen a szeretné visszakapni az itt jogerősen elítélt bűncselekményeket elkövetett embereit. Tehát erre pedig szemlátomást, ez egy kiváló módszer, hogy egyfajta zsetonként begyűjtik az ott lévő külföldieket. Tehát a tendencia úgy gondolom, hogy nem a legmegfelelőbb ebből a szempontból, úgyhogy mindenkinek óvatosságot tanácsolok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. A mai adásban Takácsi Dorka Oroszország szakértő, a Center for Euro Atlantic Integration and Democracy kutatója volt a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adásra a holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!